Polgári kör, az EGRI Fidesz és a cserkészek a Knézics táblánál emlékeztek. Patkós Attila nemzetünk gyászos napjának nevezte október 6-át, olyan napnak, amely a történelemben meghatározó, de nem egyedülálló, hiszen követte az 56-os forradalom és annak leverése is. Megemlékezett Görgeiről, a világosra kivezényelt 200 ezer orosz katonáról. Felolvasta Ferenc József és Miklós cár a császárhoz írt levelét. Vágyom és nagyon kívánom, hogy országodban helyreálljanak a természetes állapotok. Nagyra értékelem bizalmadat, igazságos szigort a vezetőkkel szemben, és kegyelmet a megtévedteknek. Oltalmaz meg az én különben is szerencsétlen hazámat a további veszedelmektől, idézte Patkós Attila Damjanics imáját. Az EGRI Végvár Egyesület elnöke szerint október 6-a üzenete az összefogás. Ugyanúgy, mint annak idején ez a hatalmas összefogás volt a 48-49-es szabadságharcban, akkor, amikor együtt voltak egymás mellett a felvidékiek, szlovákok, vagy éppenséggel horvátok, németek vagy magyarok összefogtak, ugyanaz összefogás szükséges most is. Úgy vélik, ezt az összefogást mutatják azzal is, hogy itt vannak. Koszorút helyezettel a Knézis táblánál a polgári kör, a Fidesz EGRI szervezete, a civilek Gyertyával, Mécsessel emlékeztek, majd Lenkei sírjához vonultak.